diák zenekarok a színpadon, a Füves Parkban ülő zenét hallgató, illetve táncoló fiatalok, vagy éppen a szökőkútban hűsülő középiskolások. Ez a kép fogadta a belvárosban sétálókat június 21-én. Ezzel a fesztivállal zárták a tanévet a Pécsi Lövei Gimnázium és a város diákjai. Az eseményt a Szent István téren, vagy ahogy a fiatalok nevezik, a Sziten tartották. Innen jött a fesztivál névadása évekkel ezelőtt. A császár királynő, szép lett ő, a baba cica nő, megjött ő. Három évvel ezelőtt találtam ki azt, hogy a Lőveiben működő zenekaroknak ugye minden évben volt egy-egy évvégi tanévi koncert, ami nagyon jó hangulatban telt, ugye nagyon örülnek ilyenkor a diákok egymásnak, és ez adta az ihletet, hogy hát menjünk ki a térre, és mutassuk meg akár a szülőknek, vagy a barátoknak, külsősöknek is ezeket a fantasztikus zenekarokat. És először még a Lővei udvarában tudtuk megszervezni, és két évvel ezelőtt már a második mini Szit fesztivál, az már a Sziten volt. Ugye ez egy ilyen mozaik név, ami abból adódik, hogy a Lőveiben és a környékben járó diákok leginkább a Sziten találkoznak. Ez egy ikonikus hely, ide jönnek lazítani, akár szünetben is kimennek a Szitre. És hát ugye nyilván ez adta a névötletet, hogy hát fesztiválhoz kicsi, mert mit tudom én, 4-5 órás fesztiválról beszélünk, de hát mégis egy fesztivál, úgyhogy Mini Szit Fesztivál lett az elnevezése, és az idei évben már bővültünk, nem csak a suli zenekarok mutatkozhattak be a nagyszínpadon, hanem volt egy kiállító sátor, és most már a néptáncot is bekapcsoltuk, közös éneklést, megénekeltettük a közönséget, úgyhogy egészen tartalmas fesztivál volt. Ugye 5,5 óra idő alatt 16 zenekar lépett fel, és hát ugye itt voltak tanárdiák zenekarok is, meg diák zenekarok is, és arra is büszkék vagyunk, hogy ez a 16 zenekar nem csak a Lőveiből, hanem a különböző pécsi gimnáziumokból álltak össze. Nagyon-nagyon sok szempontból van ennek hozadéka. Az egyik talán a legkisebb közösség, az a szervező közösség, akiket mindenképpen szeretnék kiemelni, hiszen egyedül nem tudnám létrehozni ezt a fesztivált. Bóra Áron, Tilman Gábor, Kanizsai Péter és Németh Tamás tanárurakkal együtt alkotjuk azt a tímet, akik tényleg az első pillanattól kezdve az utolsóig minden szervezést együtt csinálunk és egyeztetünk, és mindenki kiveszi a részét. Hát nagyon-nagyon sokat dolgozunk vele, és tényleg, de hát megéri a munka, hiszen az az élmény, amit a diákok ilyenkor éreznek, szereznek, az szerintem leírhatatlan. Tehát amikor a koncerten látjuk, hogy tömegesen éneklik a fiatal zenekarok új dalainak a szövegét, és együtt énekelnek, táncolnak, tapsolnak, együtt vannak. Én komolyan mondom, ennyi sok szép és boldog fiatalt ugye ritkán lát az ember, és azt gondolom, hogy egyre nagyobb. Tehát most már közel 1000 volt a létszám, bár hát ezt nehéz megsatszolni, de mondjuk azt, hogy olyan 800 000 körüli volt az ott lévők száma. És hát ugye a nagy meleg ellenére is nagyon jól sikerült, hiszen akkora kánikula volt, hogy azért amíg le nem ment a nap, ugye 4:30-kor kezdtük, addig azért az árnyékban ültek az emberek, és onnan hallgatták a zenét, de annak is volt egy nagyon klassz hangulata, ez az igazi mezítlábas fesztivál, feküdtek a fűben, és nézték, hallgatták a koncertet. És akkor, amikor lement a nap, és hűvösödött, akkor lett tömeg végül is a színpad előtt.
Az nagyon fontos, hogy a Pécsváros önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia adták a két legnagyobb támogatást, és ennek azért is örülünk, mert ez egy nagy-nagy összefogásnak köszönhető, hogy nem csak külső cégek, hanem az önkormányzat és a Művészeti Akadémia is fontosnak tartja a fiataloknak ezt a programot, ezt a közösségkovácsolást, illetve a fiatal zenekarok fejlődését, hiszen hát itt tényleg vannak olyan zenekarok, akik életükben először talán most lépnek színpadra, és hát ki tudja, hogy a jövőben milyen energiát, vagy milyen lendületet adunk egy-egy ilyen lehetőséggel egy fiatal zenekarnak. A Miniszit Fesztiválon középiskolás zenekaroknak adnak lehetőséget a szervezők, ehhez ragaszkodnak. Akik már elballagtak, azért vendégként visszatérhetnek az évzáró fesztiválra leghamarabb jövő év júniusában. Come on, come on.